Bujmai Zita, képviselőasszony, MSZP. Köszönöm szépen, tisztelt ház! A nők és férfiak közötti fizetéskülönbség Európában igen jelentős eltéréseket mutat. 2021-ben a nők óránként átlagban 12,7%-kal kerestek kevesebbet, mint a férfiak. Ez néhány adatot azok közül, a tagállamok közül, ahol 20% körüli, ez a bérroló Észtország, Ausztria, Németország, illetve Magyarország. Van olyan tagállam, amely már megszüntette a nemek közötti bérszakadékot, ilyen Luxemburg, és van számos olyan tagállam, ahol gyakorlatilag 5% körüli ez a bérkülönbség, ilyen Románia, Szlovénia, Lengyelország, Olaszország és Belgium. Az adatok önmagukért beszélnek, a nők átlagosan több órányi fizetés nélküli munkát végeznek, mint a férfiak, a nők arányaiban több időt töltenek fizetetlen munkával, azaz sokkal többet foglalkoznak a házi munkával és a gyermekneveléssel, mint a férfiak. Sajnos így a nőknek kevesebb ideig jut arra, hogy fizetett munkát végezzenek, hozzávetőleg jelenleg a nők harmada dolgozik valamilyen részmunkaidőben, ha pedig a fizetetlen és a fizetett munkát is figyelembe vesszük, akkor a nők jóval többet dolgoznak hetente, mint a férfiak. Az is tény, hogy a nők sokkal nagyobb eséllyel hagyják ott, vagy szakítják meg a munkaerőpiaci karrierüket a gondozói vagy egyéb családi kötelezettségek miatt, mint a férfiak, és az is megfigyelhető, hogy a nők pályaválasztását is nagyban befolyásolja az az elvárás, hogy alapvetően az ő feladatuk a gondozói vagy a családi kötelezettségek teljesítése. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament elfogadott egy olyan javaslatot, amelyet sajnálatos módon a magyar kormánypárti képviselők nem szavaztak meg, ez, hogy hogyan lehet csökkenteni a fizetéskülönbségeket nők és férfiak között. Nyilvánvaló, hogy van esély arra, hogy ez a bérroló bezárodjon, de ezt nyilvánvalóan tenni kell a magyar kormánynak is. Ugye az új szabályok a 100 főnél több alkalmazottat foglalkoztató munkavállalókra nézve jelentenek kötelezettséget, a fizetések átláthatósága, a munkavállalók teljesítményének értékelése és a nemi különbségtételek eltörlése kapcsán. Innen folytatom, köszönöm.